Adományokkal megpakolt kis teherautó érkezett a Család és Gyermekjóléti Központhoz. Az egyik élelmiszergyártó cég ezúttal fagyasztott zöldség alapú termékéből ajánlott fel a rászorulóknak. Kiporciózva vihették haza az ételt, aminek az elkészítésével sem kell sokat bajlódniuk. Mi élelmiszergyártó cég vagyunk, és mi tudjuk azt, hogy nem mindenkihez tud eljutni sokszor élelmiszer, és amikor nekünk olyan lehetőségünk van, akkor igyekszünk felajánlani termékeket. A csaknem 2 tonna adományból a szervezet újvárosi irodájába és a hajléktalanokat segítő szolgálatnak is jutott. Ez volt a borlovagok 3. ételosztása a családsegítőnél, ami egybecseng legfontosabb célkitűzéseikkel. Borlovag rend fő célkitűzése a borkultúra ápolásán kívül a jótékonysági akcióknak a szervezése, és ez egész évben tart. Tehát nem csak karácsony környékén tartjuk mi ezt fontosnak, hanem egész évben, hogy lehetőségehez mérten segítsünk azoknak a családoknak, akik erre rászorulnak. Az adományok közvetítése, kezelése a Család és Gyermekjóléti Központ egyik kiemelt feladata. Több céggel állnak kapcsolatban, amelyeknek rendszeresek a felajánlásaik. Hogy ezekből kikaphat, azt együttműködési készség és rászorultsági szint alapján dönti el a szervezet, ezúttal azonban akinek valóban szüksége volt rá, nem távozott üres kézzel. Az intézményünkben a rászorulók támogatása az úgy történik, hogy mögötte áll egy szociális segítő munka, tehát nem úgy van, hogy bárki ide jöhet ezért az adományért, hanem azzal, akivel kapcsolatban állunk, és akit ismerünk, akiről tudjuk azt, hogy ez a felajánlás nagyon sokat jelent neki, és sokszor a hónap közepén vagy a hónap végén pont arra elég, hogy kicsit a víz felett tartsa őket, és hogy ne süllyedjenek el. A mostani felajánlás több száz ember számára jelent segítséget, de ezzel nem ért véget a borlovagok idei jótékonykodása. Még karácsony előtt több tonna élelmiszer kiosztását tervezik.